Az elmúlt néhány hónap igazán jól alakult a kriptopénzek piacán, és jó okkal számíthatunk arra, hogy a következő időszak még erősebb lesz. Viszont ami nekünk öröm, az sokaknak üröm. Jönnek a kollégák, a családtagok, a rég nem látott osztálytársak és elkezdik kérdezgetni, hogy mi ez az egész. Mert ez tuti, hogy egy piramis játék legalábbis egy jó nagy csalás. Ebben a videóban felkészítünk arra, hogy hogyan szereld le ezeket az embereket. Az első és egyben a leggyakoribb érv az, hogy ez az egész egy piramisjáték. The pyramid. Ha valaki azzal keres meg, hogy a bitcoin tudja egy piramisjáték, akkor először is mond neki azt, hogy figyelj, ezzel vagy azt feltételezed, hogy én bűnöző vagyok, vagy azt, hogy teljesen hülye vagyok miért sértegetsz ezzel, ráadásul teljesen alaptalanul. Ezzel már is egy picit lefegyverezted, és jöhetnek a kegyelem döfések, vagyis az észérvek. A piramis játéknak, ahogy a neve is utal rá, eszenciája a piramis-szerű felépítés. Az az értékesítési modell, ami amúgy teljesen fenntarthatatlan, hiszen ha utána számolsz, nincs is annyi ember a világon, amivel fel lehetne így építeni. A piramis modell a bitcoin esetében azért sem játszik, mert még soha senkit sem kerestek meg azzal, hogy figyelj, van itt egy jó lehetőség mi lenne, ha te is elkezdenéd értékesíteni. Az MV, a Forever Living és a sok egyéb hulladék piramis játéknak, illetve mlm -nek ez a lényege. A bitcoin esetében viszont erről szó sincs. A bitcoin mögött nincs semmiféle értékesítési rendszer, a bitcoin piacon kereskedhető, adható, vehető eszköz. A második gyakori érv úgy szól, hogy nincs mögötte semmi. Erre egy kérdéssel érdemes válaszolnod. Mi van az arany mögött? Ezzel csapdát állítottál az ellenfelednek, hiszen jó eséllyel azt fogja reagálni, hogy az aranyat használjuk telefonokban, illetve számítógépekben. Ha besétált a csapdába, akkor le is kell csapnod rá. Jön a következő kérdés, a fáraók iOS vagy windows környezetben dolgoztak. Ezzel ugyanis rávilágítasz arra, hogy a történelem során mindig a társadalmi egyesség adta meg valaminek az értékét, és ez a bitcoin esetében sincs másképp. Önálló videó témája lesz majd, hogy a bitcoinnak pontosan miért van értéke, de most ezen a listán fogadjuk el, a bitcoinnak azért van értéke legalábbis eszenciájában, mert egy közösségi egyesség áll mögötte a közösségi egyesség azt mondta, hogy játszuk azt, hogy ennek a valaminek van értéke. A listán következő pontja az egész egy lufi narratívát vesézi ki. Nagyon sokan jönnek azzal, hogy a bitcoin úgy lufi, ahogy van. És ez talán az egész lista egyik legérdekesebb pontja, hiszen ebben tulajdonképpen még van is igazság. Ugyanis a bitcoin hasonlóan sok más egyéb eszközhöz, időről időre átmegy egy túlértékeltségi szakaszon, vagy ha úgy tetszik, lufit fúj a piac, ami aztán ki is fog durranni. Tehát a legrosszabb esetben is ez nem a bitcoin sajátossága. Bizony lufin ment keresztül sok technológia történelem során, ez történt a vasúttal, a vasúti közlekedéssel, a félvezetők technológiájával és magával az internettel is, elég, ha a .com emlékszünk. Fontos megemlíteni a Gartner Hype Cycle-t is. Ennek lényege, hogy amikor megjelenik egy új technológia, először jellemzően túlértékeljük a jelentőségét. Kvázi lufit fújunk. Aztán ez a lufi kidurran, és az egész visszaesik egy lényegesen alacsonyabb szintre, mint ahol a csúcsnál járt. Viszont ez a szint mindenképpen magasabban lesz, mint a kiindulás. De a lényeg az az, hogy a lufi kidúronása után visszahúzódunk, majd előbb vagy utóbb beáll egy tartható szintre az adott valami. Ez történt például a 3D nyomtatással is. Néhány évvel ezelőtt a csapból is az folyt, hogy 3D nyomtatás így, úgy, amúgy, mostanra pedig addig lehet róla hallani. De a háttérben ez a technológia is megtalálta a maga helyét. A lényeg a lényeg. A bitcoin igenis lufi, de nem egészében, csak néha átmegy egy túlértékeltségi szakaszon. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó mai videónk szponzorától. A blockchain kripto atm üzemeltet, ország szerte nem egyet, nem kettőt. A szolgáltatásuk megbízható és nagyon könnyen használható. Ha szeretnéd térképen is megnézni, hogy hol van a hozzád legközelebbi kripto ATM, Nézd meg a linket a leírásban. A listánk negyedik pontja úgy szól, hogy úgy is össze fog omlani. Hogyha valaki ezzel terrorizál, akkor mondj annyit, hogy valóban vannak visszahúzódási szakaszok a bitcoin életében. Érdemes megmutatnod az illetőnek a bitcoin historikus árfolyam görbéjét. Ezen ugyanis, legalábbis, hogyha kellően kizúmolsz és bő tíz évet nézel meg, világosan látszik, hogy egy-egy nagy felfutást követően valóban van egy csúnya összeomlás. De, és ez a legfontosabb, magasabb szintre érkezünk vissza, mint ahonnan indultunk. Aztán jön egy újabb nagy felfutás, és megint a kötelező összeomlás. De ezután ismét magasabb szintre érkezünk vissza, mint ahonnan kiindultunk. Tehát a bitcoin, és ez nem mellesleg sok egyéb új technológiára is jellemző, lépcsőzetesen építkezik. Azt mondani, hogy úgy is össze fog omlani, nagyon felületes és meglehetősen primitív. Az ötödik szintén szomorúan gyakori érv. Úgy szól, hogy azt sem tudjuk, ki csinálta, mégis hogyan bízhatsz meg benne. Ezzel arra szoktak utalni a trollok, hogy fogalmunk sincs, hogy ki volt Satoshi Nakamoto, ennek megfelelően valamiért nem is kellene megbíznunk az alkotásába. Ezt az érvet a következő kép kell leszerelned. Satoshi azért maradt a színfalak mögött, mert azt akarta, hogy a bitcoin mindenki legyen, pontosabban ne legyen köthető egyetlen egy emberhez. A We Are All Satoshi szellemiség mindennél fontosabb ezen a piacon. Satoshi nem egy ködös bűnöző volt, hanem egy alkotó zseni. Nem akarta, hogy hozzákössék a bitcoint, mert úgy gondolta, hogy amit létrehozott, az mindannyiunk kém. Ez megint csak olyasmi, ami ez egy kicsit emelkedettebb szellemiségre van szükség, hogyha a vita partnered ezzel nem rendelkezik, akkor nem is érdemes fele foglalkoznod. A következő gondolat úgy szól, hogy a NAV majd úgy is jól seg berúg. Hogy miért baj az, hogy valamit le kell adózni, azt én személy szerint nem értem, az viszont egészen biztos, hogy az adózás valóban kötelező. Tehát ebben igaza lesz az aktuális trollnak, valóban adóznod kell a kriptopénzek után. A jó hír viszont az, hogy Magyarország szerintem bölcs döntést hozott két évvel ezelőtt, amikor 30%-ról levitték 15%-ra a kripto árfolyam nyereség utáni adózási kötelezettséget. 15% olyasmi, amit azért csak-csak be lehet fizetni. Az biztos, hogy például én tutira adózni fogok, hogyha végre meggazdagodtam a kriptopénzekből. Itt a, és és a következő gondolat úgy szól, hogy ami könnyen jött, könnyen megy, úgyis is el fogod bukni. Ebből megint csak a pitiáne rossz indulat üvölt, de nem fogsz tudni ezzel mit kezdeni. A lényeg az az, hogy a most kezdődő 2024-2025-ös bikapiac után tutira sokan lesznek, akik ész nélkül elszórják a kriptóból származó vagyonukat. De ehhez megint csak nincs semmi közöd, az illetőnek pedig, aki trollkodni próbál, pláne nincs hozzá semmi köze. Egyszerűen mondj annyit, hogy haver, neked az égvilágon nincs semmi közöd ahhoz, hogy mit csinálok a pénzemmel. A nyolcadik pont úgy szól, hogy ez a bűnözők pénze. Ez az egyik leggyakoribb narratíva. De hála Istennek ezt a legkönnyebb leszerelni is. Elég, hogyha egy tragikus aktuális példával a Hamasszal hozakodt szelő. A Hamas 2023. áprilisában azt kérte a támogatóitól, hogy bitcoin adományokat inkább ne küldjenek. A közhiedelemmel ellentétben a bitcoin ugyanis nem anonim, hanem úgynevezett pseudonim rendszert alkot. Hogyha egyszer kiderül valakiről, hogy melyik bitcoin tárca címet használja, akkor onnantól a publikus blog történetnek köszönhetően minden egyes tőle indult, és hozzáérkezett tranzakció könnyedén visszakövethető. A bitcoin nem alkalmas a bűnözők számára. Az utolsó előtti, és szintén nagyon gyakori ér úgy szól, hogy bárki gyárthat magának otthon bitcoint, tehát értelmetlen az egész. Ez a bárki gyárthat magának hülyeség valószínűleg a bányászatból származik. Tény és való, hogy bárki elkezdhet bányászni, de azért most már ez egyre nehézkesebb. Az viszont biztos, hogy soha nem volt olyan, hogy bárki gyárthatott volna magának bitcoint, viszont a bányászati tevékenység után igenis járt bitcoin jutalom. A másik gondolat, ami valószínűleg összekeveredett ezeknek az embereknek a fejében, az az, hogy valóban bárki indíthat egy saját kriptopénzt. Tehát bitcoint nem gyárthat magának bárki, viszont egy saját kriptopénzt valóban el lehet indítani. Ez a kettő dolog valahogy összemosódik az emberek fejében. Bitcoin gyártani nem lehet, bitcoin bányászti viszont lehet, ezért cserébe pedig bitcoin jutalmat ad a rendszer. És az is igaz, hogy egy új kriptopénz elindítására szintén bárkinek van joga. Ezt a két dolgot viszont tilos összekeverni. A tizedik tanácsunk pedig arról szól, hogy egyáltalán érdemese ezekkel az emberekkel vitába szállni. Szatosi például azt mondta, hogy ő egyáltalán nem érzi feladatának, hogy bárkit meggyőzzön a bitcoin lényegéről. Úgy is mondhatnánk, hogy aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. De ez még véletlenül sem egy arrogáns hozzáállás, mondván, hogy aki velünk van, az jó, aki nincs velünk, az hülye. Erről szó sincs. A kriptopénzek piacán bőven van mit kritizálni, és ezt érdemes is megtenni. A lényeg azonban az, hogy okosan kell megválogatnod, hogy milyen vitákba mész bele, és milyenekbe nem. Aki annyira buta módon közelít a kriptopénzek piacához, mint az elmúlt kilenc évben hallhattad, azzal nem biztos, hogy érdemes vitába szállnod. Ha tetszett ez a videó, mindenképp iratkozz föl, válj csatorna taggán, nyomj egy like-ot, és mondd el egy komment formájában, te hogyan szoktad leszerelni a hülyéket?